Polgármesteri hivatal dísztermében ünnepélyes átadó keretén belül a település vezetője Vince Tibor adta át az Alalpáti Ifjú Polgára címet 9 első osztályt kezdő és 18 bölcsödés, illetve óvodás nevelési évét kezdő gyermeknek. Légy ügyes, tanulj, szorgalmasan, sok tudós mondtál. Az eseményen Pozsegovics Borbála, a helyi óvoda és bölcsöde intézmény vezetője beszédében kiemelte, egy gyermek felnevelése ugyan csodálatos, de minden esetben kihívást jelentő feladat, ehhez pedig a helyi önkormányzat a kölcsönös megbecsültség jegyében szeretne támogatást nyújtani. Sok boldogságot a családnak! A településen mindig is kiemelt ügynek tartották a családok támogatását, így a program keretében 2008 óta igyekeznek patronálni a helyi kisgyermeket nevelőket. A támogatásnak csupán annyi a feltétele, hogy a gyermek és legalább az egyik szülője a településen lakjon, a gyermek pedig később a helyi óvodába, majd általános iskolába járjon. Az évek során inflációt követve emeltük ezeket az összegeket, és a jelenleg, akik az Alalpáti óvodába, bölcsődébe íratják, a beiratást követő így szeptember folyamán átadáskor 30-30 ezer forintot kapnak, az iskolába, első osztályba lépéskor pedig 40-40 ezer forintot kapnak a szülők. Egy apró megbecsülés, egy szimbolikus köszönet nyilvánítás feléjük. Szabó Zoltán két gyermekes édesapa, ezúttal már második kisfiával vehette át a címet és az azzal járó egyszeri anyagi támogatást. Én úgy gondolom, hogy nagyon szép gesztus az önkormányzat részéről. Kicsit megerősít minket abban, hogy itt tervezzük a jövőnket Zalapátiban. Mi zalapátiak vagyunk egyébként ősgyökeresen párommal is, és itt is tervezzük a gyermekeinket felnevelni, és ez szerintem megerősít minket ebben. A program minden valószínűség szerint folytatódik, jövőre ismét kiosztják majd az emléklapokat, hiszen ahogy Zalapáti polgármestere fogalmaz, a gyermekek jelentik a település jövőjét.